Szép jó estét kívánok, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves nézőnek. Ott folytatom, ahol tegnap abba hagytam, tehát a gyárváros megépült, és kezdem tovább bővíteni a gyár exportot, hogy az újonnan felhúzott fényvipari központ elérje a második fejlettségi szintet 160 ezer napi profit elérésével. Na, ehhez most a következő taktikát fogom alkalmazni. A gyárak ugye szépen ki vannak maxolva, 4 szállítóautó és 4 gyár telepít, mi ez már, ilyen siló, vagy hogy hívják ezt, érztárna, na, és egy széntárna. Hopsz, itt még egy szállítóautót, az beüzemelek gyorsan, és még egy széntárnát hozzáadok. Itt írja, hogy mennyi a napi kitermelés, célszerű oda letelepíteni, ahol a legnagyobb 290, 289, 290, 3, hát ott két épület bánná, 289, hát akkor ide egy ilyen 290-eset lehelyezek még, egy széntárnát, és most már minden adott, hogy megdöntsük a napi rekordot. Közben a városomat nagyon nem bővítem tovább, az épületek úgyis szép lassan maguktól fejlődnek, ha minden igényük ki van elégítve, ezt is elég sokan kérdeztétek, úgyhogy most ismét elmondom. Lássuk csak, víz van, kuka van, minden van, áram van, hopp 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 hopp, vízellátás, abból még kéne, úgyhogy a következő nagy projektem az valószínűleg egy vízszivattyú lesz. Jó, ide is rakunk egy vízszivattyút, vagy mi ez, víztornyot, úgyhogy remélhetőleg ez kitart egy darabig még. Hát a bányák azok nagyon fogyasztják a vizet. Ajjaj, de még mennyire. Na, tehát ez lenne a bányaváros, és most a cél, hogy elérjük a 160 ezeres napi profitot, hogy továbbfejleszthessem a fémipari központot, és elérhetővé váljon a kohászati üzem, valamint majd a továbbfejlesztett szénbánya. A kohászati üzemben tudjuk a fémeket, illetve az ötvözeteket előállítani, amik már számos nagyműhöz kellenek. Csak egy pillanatra. Tehát a nagyművek azok a régióban építhető speciális épületek, amik elég nagy mennyiségű, szóval tetemes mennyiségű nyersanyagot igényelnek, és elkészítésük nem egy város kooperációját igényli. Ott valaki ott még mászkál, na mindegy. És ezáltal egy nagy műnek az elkészítése igen komoly erőfeszítéseket kíván, és nem 2 percbe telik. Viszont ha elkészül, számos bónuszt biztosít a környező városoknak, úgyhogy mindenképp megéri őket felépíteni hosszú távon, és a többjátékos módnak is egy igen kellemes célja lehet, ha mondjuk közösen felhúznak egy nagy művet a játékosok. Na, tehát bánya város, bányászunk, bányászunk, bányászunk. Még lehet egy új kereskedelmi telepet is megérni, üzemeltetni, hogy azzal is növeljük a profitot, ugyanis minden kereskedelmi telep külön kereskedő szállító autókkal rendelkezik. És minél több autó, annál gyakoribb fuvarok, és minél gyakoribb fuvarok, annál több pénz, és minél több pénz, annál előbb érjük el a napi limitet. Na, közben gyorsítok az időn, remélhetőleg ez nem fog nagyon fájni a lakosságomnak. Közben nem nagyon foglalkozok velük. Túl sok a baktérium. Miért ne tiltakoznátok? De ez egy bányaváros, úgyhogy a baktériumok már természetes velejárói itt a városkának. Itt a bány. 16 tonna. Fekete szén. 16 tonna. Mennyi a bér? Na, mennyi a bér? Ez nem nő tovább, lehet, hogy csak a napi elszámolás végén, vagy hogyha meg túlhaladom a 120 ezret. Ó, csúrék vannak a kereskedelmi lerakatok, szerintem lerakok még egyet. Azt mondja, hogy
Kereskedés. Majd ezt a vasúti kereskedelmi, meg a teherkikötőre is jó lenne majd beruházni hosszú távon, mert az is egy jó, jó dolog. Szerintem akkor egy kis infrastruktúrával. Hopp, az ott pont nem jön keresztbe. Se baj! Valahogy így a két bánya között kéne létesíteni. Na ezt még megálmodom majd, de egyelőre csak így egy random utacska lesz. És közte egy új kereskedőtelep, vagy mi. És akkor így pont a két szén, illetve ércüzem között lesz egy új kereskedelmi lerakatom. Illetve majd, mivel itt mennek a sinek, lehet, hogy még itt még több is lesz. Na, lássuk csak. Tehát kell nekünk egyszer szén, egyszer érc. És mivel a másiknál két érc van, vagy három, legyen itt most még egy szén. Ja, és adjunk hozzá autókat, mert autók nélkül mit sem ér az egész. Az a jövőben a kereskedelmi telepekben, hogy viszonylag olcsón ki lehet maxolni. Na, még egy táblát is, de jó lesz így. Szerintem innen húzom az utat. És akkor itt erre az útra már nem is lesz szükség, úgyis csak kerülő lenne. Na, és most már tényleg minden adott, szénbányába is. Ó, és már, ja, és be kell állítsam, hogy globális piacra értékesítem, exportálom a nyersanyagot. Hú, 7500? Na, ez drágult, vagy mi történt? Kérem szépen, vagy lehet, hogy a fémipari központ lehelyezésével nőtt a szint. Ja, közben volt olyan kérdés is, hogy elfogyhatnak-e a nyersanyagok. Én azt vettem észre, hogy nagyon lassan, de fogyhatnak, igen. De azt nem tudom, hogy visszatermelődik-e. A vízről hallottam olyan legendákat, hogy az visszatermelődik egy idő után, a talajvíz, viszont a nyersanyagokat még nem tudom. Ennek majd lehet utána kéne olvasni. Valamint... az egy érdekes feltevés, hogy mi történik, ha csutkára elfogy egy érc a városból. Én két dologra tudok gondolni. Az első, és valószínűleg ez a helytálló, hogy olyankor a várost érdemes átspecializálni valami más dologra. Tehát egy jól menő ipari városból, fém bányász városból lehet belőle utána egy kereskedő várost még csinálni, illetve hát azt a tulajdonságát megőrzi, hogy kereskedik továbbra is, valamint mondjuk turisztikai látványosságok elhelyezésével át lehet alakítani a városka profilját. A másik megoldás, hogy egy ideig pihentetni kell olyankor a bányákat, és egy ide után így visszamászik az élsz, bár az elég valószerűtlen lenne, vagy hát legalábbis nem valósághű. Mivel ez egy szimulátor, ezért a valósághoz azért relatíve nem árt, hogy közel áll. Még mindig 120 ezeren belül vagyunk. De remélhetőleg már nem sokáig. Majd itt a vonat közlekedést is érdemes majd fejleszteni. Ó, és nagyon-nagyon sok autó szállítja itt nekem a szenet és az ércet. Tele vannak a kereskedelmi lerakatjaim, úgyhogy most már nincs más hátra, mint hogy dőljön a profit. Ezeket az utakat is továbbfejlesztem itt, mivel kezd sűrűsödni a forgalom.
talán még így akkor a házak is tovább fejlődnek majd. Hú-hú. Na, a szemetet is sikerül redukálni némi légszennyezés árán. A lakosság az egyelőre 7500 környékén állt meg. Eldugult csatornák, ennyi. Na, lássuk, majd még mindig 120 ezeren. Na, már 130, ez az még 30 ezeret kell. Ami, hogyha minden jól megy, még a mai nap során teljesülni fog. És akkor nyert ügyünk van. Na, érkeznek a szén szállító autók. Lássuk, mi történik. Ez az beparkol. Pénz! Nagyszerű. Trade Center. Na, és már viszik is a szenet. Öröm lesz nézni. És tényleg két bánya van a városkában, és ezzel a kevéske lakossal is most már igen tetemes összeget tudok felhalmozni, mivel nincsenek nagy kiadásaim. Jó, hát a közművesítést azt minél hamarabb meg kell oldani, úgyhogy a következő projekt az az iskoláztatás mellett a lakosságnak a növelése lesz. Na, este 9 óra, 42 ezer, még valahogy 18 ezeret kéne besöpörni. Mondjuk itt ebben az üzemben minden adott erre. Illetve itt is még egy szén szállítmány az érkezhetne. Gyerünk, ne hagyjatok cserben. Na, ott itt, hogyha jönne egy teherautó, Érzbánya garázsba visszatér. Na. Az autópályát kell nézni, mert innen jön. Ez az itt a szállító autó. Kövessük. A szállító autó a piros lámpánál megáll, nagyon szabálytudatos. És száguldunk előre, befordulunk, végig megyünk az újdonsült városrészen, elhalad a bánya előtt is szerintem, vagy nem, nem. Megáll, de elhalad a bánya előtt is. Szénszállított el autó. Igen, ott volt a szénbánya. És halad úti célja felé, rátérünk a kis kerülőútra, vagy hát a... És megjött a kereskedelmi lerakathoz a szállítmányáért. Bum! Ott vannak a dollármilliók, és már halad is vissza a régióba, elhagyva a városkánkat 10 tonna szénnel a rakóterében. Na, megmásza a kis dombot. Megköszön a szénbánya előtt. És halad tovább az utcában. Mi ez a panel, vagy mi ez a kis lakókocsi itt mondjuk? Valaki nem szólt neki, hogy ez már itt nem menő? Ó, és ott egy újabb dollárjel villant fel a távolban, ha jól látom. Úgyhogy szerintem már nem sok kell a... Ó, és még 10 000. Vajon meg lesz? Pont nem lett meg. Na jó, új technika. Akkor ezt még bemutatom, és ez tökéletes lesz arra, hogy ebbe a videóba ezt prezentáljam. Egy kicsit, egy napra, egészen pontosan leállítom az összes exportot. És ez azt fogja eredményezni, hogy
mind a kereskedelmi lerakatokban, mind pedig a gyárakban tele lesznek a tárnák a szükséges nyersanyagokkal. Na mi az, miért nem megy ez? Na azért. És ha tele lesznek, a következő napon ismét elindítom a kereskedelmet, és gyakorlatilag egy fullos raktárat fognak exportálni már az első pillanattól kezdve, és remélhetőleg ezzel a kis rásegítéssel sikerül így elérnem a 160 ezres napi exportot. Tényleg már nem sok hiányozna, kb. Annyi, hogyha egy kicsit gyorsabban jönnének a régióból a szállítóautók, akkor meg lenne minden. Na, de most akkor kicsit raktározunk, pörgetem az időt. Tényleg így sikerül elérnem a célt. Na, addig fókuszáljunk egy kicsit a lakosságra. Ki mit szeretne? Hopsz, városnézet. Na, lássuk. Telekérték. Na, a telekértéket kicsit lehetne növelni. Azt elsősorban a parkokkal lehet megoldani. Illetve vannak még különböző speciális épületek, amik nagyban növelik a telek értéket. Ilyenek a tűzoltóság, rendőrség, polgármesteri hivatal. Tehát ha ezek környékén vannak a házak, akkor a telek érték is növekszik. Nézzük a továbbfejlődést. Igen, itt ez a két ház már elég elégedettnek tűnik. Na, ez így érdekesen hangzott, de na, értitek, mire gondolok. Lassan továbbfejlődnek majd. Illetve szép lassan ez a régió is így közé kúszik fölfele. Jó, hát valószínűleg jobb szolgáltatások kellenének, hogy itt ők is fejlődjenek, de egyelőre munkaerővel is el vagyunk látva. A gyárak is szépen fejlődnek, már lassan egy harmadik szintű gyár lett. Fejlesztve az utakat, hogy növeld a sűrűséget. Hát igen. Most itt már csak az utak a kerékkötő, hogy ezek a gyárak tovább fejlődjenek, de jelenleg nem akarom őket tovább fejleszteni, mert már így is munkaerő hiány van. Előbb nagyobb lakosságra lenne szükség. Na nézzük, mit adhatnék a kis városomnak. Egy könyvtár. A könyvtár az mindig jó. Kaptak ide egy könyvtárat a kedves szímek, hát ha az jó benyomást, így meg jótékony hatás gyakorol az IQ-ra. Nincs még könyvtáram, ugye? Nincs. Remek. Na és ott már is tovább fejlődik az egyik házikó helye, és erre gondoltam én is. Na, gyorsítjuk az időt, de nézzük, hogy hogyan teljesítenek a lerakatok. Na, 20-ból 20 tonna szén, 30 tonna 40-ből érc. Ez jó, az érc az mindjárt fullon lesz, a másik helyen pedig 40-ből 40 tonna szén, és 20 tonna érc. Mindjárt az is meg lesz. Jó, és hogyha megteltek a kereskedelmi lerakatok, onnantól kezdve pedig magukba a bányákba fogják őket felstorcolni. Hogy teszik is. A 45 lakónak, 49 lakónak kölcsönhez könnyű. Na, okosodjatok, okosodjatok. Mi kell ez? 800 diák per nap a régióban? Na. Ezt nem nehéz egyébként teljesíteni, tehát csak annyi kell, hogy ki kell maxolnia az általános iskolát, esetleg még egy középiskolát is építeni mellé. Na, szépen jönnek be a diákok órára. Körülnek az erőművek.
Ó, még a közüzemes rendben van. Mindent el tudunk látni. Jó, tényleg nincs más hátra, mint hogy... Ó, és a házak is nagyon örülnek. Mindenki mosolyog. Na, egy ilyen városban öröm lakni, csak mosolygós zöld arcokat látni. Komolyan mondom, hogyha az a nemzedék egyszer politikus lesz, aki a SimCity-vel játszott, akkor csak jól járhat ez az ország. Reméljük. Na jó, de nem politizálok itt, Isten őriz. Távol álljon tőlem. Addig jó, amíg nem ezzel őrítem magam. Na, népesség, szaporulat. Kicsit visszaesett, de megépült az új lakóház. Remélhetőleg ez rásegít a szaporulatra. Vagy nem. Na, lehet nem úszom meg városbővítés nélkül a 15 ezer lakos. Na, de itt is már elkezdtek hasznot csinálni. Az előző videóban... Ja igen, hát itt jön a forgalom, akkor nem is csoda. Az előző videóban még panaszkodtak, hogy itt nincsen semmi forgalmuk. Hát most már lett. Vajon ezt az utat tovább tudom fejleszteni még? Úgy tűnik, mintha még tudnék rajta egyet húzni. Ja, tudok is. Legyen forgalmas utca. Ez meg fölösleges, mert ezek úgyse fejlődnek. Aggódnunk a bűnözés miatt. Turistákra van szükség. Akkor aggódjatok tovább. Rendőrök azok maximum fordulatszámban. Fordulatszámon pörögnek, úgyhogy nem tudom, mit aggódtok. Na, teljen el már az az egy nap. Ó, na és... Ilyen egy teli kereskedelmi lerakat. Fekete, sárga, fekete. Itt pedig sárga, sárga, fekete. Ó, lesz itt termelés mindjárt, csak érjük el az új napot. Na, a bányák is tele vannak, megteltek. Ennek most már elegendőnek kell lennie. Addig is történjen valami, tervezzük meg a városkánknak a továbbiakban is sorsát, hogy hogyan helyezkedjenek el az utak és egyéb dolgok. Azt mondja, hogy... Ja, ez ilyen köríves út kell. Ezt itt kiválasztom. U gombbal is be lehet ezt állítani. Na, most miért nem látom a... Most nem mutatja. Érdekes. Na, úgy lenne célszerű, hogy... Itt is tök jól mutatna egy ilyen kis kör alakú lakó negyed. Ráadásul ilyen szélesebb útból. Vajon ki tudom ezt úgy odáig húzni? Nem. Kicsit följebb. Na, ez így jól néz ki. Csak 9300 pénz. Na, és akkor ilyen kis sejtek lennének. Teljesen jó. Jól van, és akkor ott majd becsatlakoztatjuk a körforgalomba. És minden jó lesz. Na, mi ez a nagy forgalmi dugó volt, kérem szépen.
és akkor itt még jön majd el egy utacska. Azt el tudom itt húzni. Ja, ez a körút, azt kivesszük. Ja, és meg pont el tudom kanyarítani. Remek. És ezt pedig így ide föl, és azt az utat is majd át fogjuk alakítani. És akkor itt is lesz egy ilyen lakónegyed. Illetve lehet, hogy már a középiskolát azt ide teszem le, és akkor az új lakóparknak is az egy tökéletes kis oktatási centruma lesz. De akkor utána már eléggé tele lesz a régió, vagy hát ez a zóna, úgyhogy vigyázni kell. De nem baj, hát itt van az régióban még másik 16 város, úgyhogy bőven van lehetőség bővíteni az egészet. Közben kipróbálok majd több város elrendezést is, úgyhogy senkinek nem kell izgulnia, lesz bőven tartalom. Na, közben már lemegy a nap lassan. Elég lassan telik az idő a játékban, annak ellenére, hogy szeretném, hogy gyorsan teljen. Na, addig nézzük a városkát. Na, beesteledett, hurrá, hurrá! Metal Headquarters. Hát igen, mai nap azért nem csinálunk semmi hasznot, de mindennek célja van. Na, addig egy kis városnézőkör körült. Na, Terry rezidencia. Na jó, itt valami komoly baj van azért itt a névgenerálási algoritmusra a játékban, mert ezeket a kis porbafingó lepra telepeket rezidenciáknak, meg palotáknak kereszteli, az ilyen tip-top felőkarcolókat, vagy luxus lakosztályokat, meg csak lakótelepeknek, meg apartmannak, meg mindenféle ilyen szutyok névnek szoktam mondani. Meg amikor látok egy ilyen 50 emeletes felhőkarcolót, Terry és társa BT néven, az úgy azért elég illúzió romboló. Na, eltelt az újabb nap, indíthatjuk a kereskedelmet. Export. Jöhet a másik üzem is, a kereskedelmi elakad. Export. Oké. És most már csak idő kérdése. Minden. Na, 13.000 profitot csináltunk az előző nap. Úgyhogy semmit nem adtam el hivatalosan. Na, jöhetnek a traktorok, szállítóautók, markológépek felmarkolni a hatalmas nagy profitot. Ó, és meg is jött. Csak emlegetni kellett. Egy. Jön a második. Kettő. Na és most gyakorlatilag folyamatosan járkálhatnak a jó emberek a városomba. Dugig vagyok ércekkel, amit csak eladásra szánok. Jó, és a bányából is most már átszállították közvetlenül a kereskedelmi lerakatokba. Egy pillanatjuk sem lesz. Igen, rögtön a hiányt azt pótolták. Na, úgyhogy most nincs más dolgunk, mint hátraülni és várni. 13.500-nál állunk. Közben egy újabb szállítmányt vittek. Na, és így látjuk az egyik és a másik gyárat is. Na, már 21.000 a mai profit, és még alig telt el pár óra. És amint elfogyott egy kicsi a kereskedelmi lerakatokból, már viszik is a bányákból az újabb megrendelést. Na, ezzel a kis trükkel szerintem simán meg lesz ez a 160.000 napi profit. Nézzünk egy picit a lakosságra. 6600. Tűz. Ajjaj. Munkásokra van szükség. Na jó, hát akkor legyenek munkásaink.
itt végig. Aztán majd úgy is átépítek, ha szükséges. Plusz azért rakok ide egy bekötő utat. Ja. És akkor most már integráltuk ezt a kis mélysejtet is. Pillanat. Bányák is üzemelnek. Remek. 46 ezernél tartunk. És még csak most kell föl a nap. Na, már költöznek is be az új szimek. Kis kertváros lesz ismét. Kiművelt. Na. Tüntetők hangja. Távolban. Itt arra fordítom a kamerát, hogy ne is halljuk. Lakosok 7900, 8000, 8058. Ez az, gyertek, gyertek, jó lesz itt nektek, nagyon jó lesz itt nektek. 8100, újabb házak is épülnek. Jó, hát itt majd növelni kell az elégedettségi szintet ugyan, de az legyen most a legkisebb probléma. És itt van bőven helyük is a házaknak továbbfejlődni. Jó, itt a szélén talán nem, de itt innentől kezdve már simán lehetnek felhőkarcolók is. Talán majd berakom ide azt az épületet, azt a középiskolát. Keresek egységek közben, nyit a kavásba. Hoppá, 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 hoppá. Mi történt? Kereskedelmi egységek főirodát. Mit szeretnétek? Ja, hogy ez. Hogyha valami újabb fajta épületet húznak föl, akkor általában itt középen mindig kapunk tájékoztatást róla, úgyhogy azokat is érdemes figyelni. Mert akkor az egy előrelépés a városka számára. Na, itt egy újabb lakóház is épül. Na, jó lesz ez. Na, és itt az új kis putri negyed. Tehát ez nem negyed, ez egy teljes kör. Vagy inkább ilyen ovális. Hát ilyen lapított tojás. Úgyis húsvét van. Nézzük, hogy áll a fémipari központ. 88 ezer, fél időnél járunk, már túl vagyunk a felén is. És már nincs más hátra, mint hogy engedjük kereskedni a jó népeket. Na, 500 diák a 750-ből, közben tovább fejlődnek itt a lakóházak. Na, lehet, hogy itt csak egy kis újabb területre vágytak a lakosaink, hogy még nagyobb beköltözési hullám induljon el. Jó, hát a bányáink azok így abszolút maxon vannak. Ops, ez a betegség. 22/25. Jó, egyelőre ez még jónak tűnik. Kórházban jók vagyunk. Ó, itt is épülnek a házikók. Ez
Itt van egy park is szemben neki. Na, adjunk hozzá még ehhez valami kis szép. Aha, és akkor itt pont el fognak férni. És így tök jó, mert így folytatólagosan adja hozzá a sétáló utat. És így meg van toldva a föld alattuk. Ó, és már is fejlődik tovább a másik házacska is. Hát ez csúcs. Nézzük, áramból még jók vagyunk, ivóvízből még épp hogy. Kell az a 15 ezer lakos, nincs mese, kellenek a vízszivattyúk. Ja, ezek az új irodaépületek. Jaj, pedig épp hogy beköltöztek az új színek, és már is megint tonnányi új álláshely létesül. Hát nincs mese, hát ezzel nem lehet lépést tartani. Hopsz, kigyulladt egy ház. Szerencsére tűzoltók résen vannak. Nem, még másolatban nincs tűz, ezt ott tudják oltani. Ja, apropó, még egy megfigyelés. Nem tudok ott tenni, nem tudok a városban. Jaj, de szívas. A tűzről annyit lehet tudni, hogy egy ház égése az több fázisból áll, ha lehet így fogalmazni. Az első, amikor csak füstölök, és valami nagy dolog készül. Tehát egy shopping center. Tehát az első fázisban még csak füstöl, ha akkor érnek ki a tűzoltók, az épületnek nem lesz semmi baja, megmarad a tűz után. A következő fázisban már egy lángcsóva csap ki az épületnek az ablakán. Na, olyankor, ha kiérnek a tűzoltók, akkor a házat már el fogják hagyni a lakosok. És le kell bontani, hogy újraépítsék. És a harmadik fázis, amikor ég az egész kócerály, na utána már biztosan le kell bontani, és vagy magától elég, mert nem értek oda a tűzoltók időben. Úgyhogy akinek sok tűzesete van, javallott, hogy a tűzoltóságot fejlessze, illetve jó. Hál' Istennek itt még nem elég nagy a város ahhoz, hogy rendszeresek legyenek ezek a tűzesetek. Illetve a lakosság kiművelésével lehet csökkenteni a tűzesetek gyakoriságát. Tehát érdemes mindenképp az oktatásba és a tűzoltásba energiát fetszolni. De ebben a játékban pont az a jó, hogy minden mindennel összefügg. Tehát egyszerre kell úgy nagyjából mindent fejlesztened, hogy jó legyen a város. Vagy pedig egy másik városban többletet kitermelni, hogy el tudjon látni több várostkát is. Mert hiába van jó tűzoltóságod, mint ahogy az előbb is olvashattuk, lehetnek gyújtogatók a városban, ha magas a bűnözés, és akkor még több lesz a tűzoltás. Vagy hogyha nem fordítottál elég figyelmet az oktatásra, a sok gyépés szim az így bedugja a fejét az égő cigaretta csikkel a gázsütőbe, és hasonlók, és akkor így rendszeresek lesznek a tűzesetek. Aztán ugye az egészségre is kell figyelni, vagy hogyha tüzek vannak, akkor ugye a sérült szimeket ellátni a klinikákban, és így tovább. Hopp, éjjel, és észre se vettem, és elértük a kettes szintet a fénypari központban, és fejlesztek is, na náhogy. Hurrá, hurrá, sok-sok tűzijáték. Na, célt értem a mai videómban, és elérhetővé váltak az új részlegek is. De hogy ezek mit tudnak egészen pontosan, és hogy milyen bónuszokat kaptunk az új kettes szintű kereskedelmi üzlettel, azt majd csak a következő részben fogjuk megnézni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve Facebookon, YouTube-on és Twitteren is tudtok most már követni minket. Hamarosan készül a csatornának a hivatalos weboldala, amit a jövő héten fogok meghirdetni idejekorán. Valamint
A további videók is megtekinthetőek a lejátszási listákon, illetve a YouTube csatornán, úgyhogy kellemes játékot kívánok, nézzetek sok videót, pihenjetek sokat még, illetve hétfőn jó locsolást kívánok, és addig is, sziasztok!